amikor tömegsírról beszélünk, olyankor a múltnak a folyója egy picit visszafolyik. És aztán múlik az idő, majd a folyó megfordul, és újra előre megy. Sárkazi Károly, az Országos Roma Önkormányzat Tolna vármegyei képviselője mondott beszédet az elesettek leszármazottjainak nevében. A mai napon egy nagyon régi vágyunk és elhatározásunk teljesült be. Az 1944. november 30-án lengyel, azaz a településen megtörtént csendőrsor tűz áldozatainak, akinek személy szerint egyik leszármazottja vagyok, az emlékére állítottuk fel ezt az új emlékhelyet, illetve magát a síremléket. Nagyon sokan kutatták már az eseményt. 1944. november 30-án az akkori közeledő orosz front arra kényszerítette a teveli csendőrőrsök parancsnokságot, hogy az iratokat pakolják, és lehetőleg ezt nyugatra menekíteni. Abban az időben rendszerint jártak ki a csendőrök a tőlünk nem messze lévő cigánytelepre, sorakoztatták a cigányokat, és emberhez nem méltó módon folyamatosan verték őket, inzultálták őket. A teveli csendőrös iratainak kipakulására két cigányembert vittek el maguknál, és amikor megtörtént a munka, a pakolás, hát az akkori csendőr, egyik csendőr azt mondta a pakoló cigányoknak, hogy itt akartok meghalni, vagy otthon. Majd futásnak indultak, hazaérkezve lengyel településre, elmondták a rokonaiknak, hozzátartozóiknak. Nem volt idő, szinte alig maradt idő ahhoz, hogy egyáltalán végig gondolják, hogy mi fog itt történni. A tragédia napján többen életüket vesztették, voltak, akik menekülni kezdtek, viszont a csendőrök lőni kezdtek rájuk, és kézigránátokat is bevetettek. 80 évvel ezelőtt ezen a napon még nem gondolták azt, hogy jönnek majd ezek a bátor csendőrök, és meg fog történni az a dráma, ami megtörtént. Megtörtént az esemény, arra emlékezünk, és tudom, hiszem, hogy ezt az emléket a leszármazottak fogják őrizni, és nyilvánvalóan elfelejteni nem. A megbocsátás, mint emberi tulajdonság, az természetesen megtörtént. Az akkori igazságszolgáltatást, a felelősöket megtalálta, de a mi sebeink, a mi hegeink nem fognak meggyógyulni. Higgyétek hitemet! Hidd el apád út keresésének göröngyös útvonalát, a meg nem értett életét, a reményt, hogy gyermeke egyszer egyenesen állhat majd a többi nemzet mellett. Petrovics Károly, az Aparhanti Nemzetiségi Roma Önkormányzat elnöke elmondta, a rendszerváltás idején Bai József lengyeli helytörténész kopjafát állított, viszont az idő múlásával felújításra szorult. Körülbelül úgy két évvel ezelőtt ide hátra jöttem, és akkor megfogalmazódott bennem, és többünkbe, úgy a Sárkazi Karcsi unokatestvérembe is, hogy ezt helyre kell itt hozni, tehát meg kell csinálnunk, helyre kell hozni. Akkor indult az egész részemről az egész kezdeményezés, és ahogy a beszédemben is mondtam, tehát találtam pár jó akaratú embert, tudtunk együtt gondolkodni, így a megyei Roma önkormányzat részéről testület, a kisvejkei, aparhanti, és volt egy pár magánember, ki a kétkezi munkájával, ki anyagilag, ki vállalkozó, ezt így tudtuk mára így megvalósítani, aminek én nagyon örülök. A kivitelezéshez anyagi támogatást nyújtott a Tolna vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a szervezetek és a helyiek pedig közös összefogással segítkeztek a megvalósításban. Többen a munkájukkal, én is többen itt a rokonságból, a kétkezi munkájukkal,
akkor az aparhanti, a kisvelkei és a lengyeli nemzetiségi roma önkormányzatok kisebb összegekkel, tehát anyagilag, és így tudtuk megcsinálni, és természetesen társadalmi munkába elég sokan a rokonságból részt vettek, amit nagyon szépen köszönök mindenkinek. A lengyeli Sárközi familiának, és azt gondolom, hogy a környékbeli cigányoknak, romáknak is, ez egy nagyon nagy esemény, és egy nagyon nagy dolog, én azt gondolom, mert fontosnak tartom elmondani, hogy már 20 évvel ezelőtt is voltak kezdeményezések, hogy itt rendbe tesszük ezt a tömegsírt, de sajnos sok időnek kellett eltelni ahhoz, hogy meg is tudjuk valósítani, de hála Istennek ez megvalósult. Én azért tartom ezt nagyon fontos dolognak, mert a mi és gyerekeink, unokáink, van egy méltó hely, ahol egy szál gyertyát meg tudunk gyújtani, emlékezni tudunk, egy szál virágot le tudunk tenni. Erről beszélni kell úgy, ahogy többen is itt elmondták, pont azért, hogy a jövőbe ilyen tragédiák ne fordulhassanak elő. A márványtáblát Amrány István várai mesterember készítette el, amelyre a kegyetlenül kivégzett 14 áldozat neve került fel. A legfiatalabb mindössze csak 2 éves volt.